mindenkit, itt DPCZ itt van újra, jelentkezik, de most szintén csak én vagyok itt, Dorina, velem van, nincs itt velem, de nem sokára itt lesz. Na, gyerekek, elérkezett a csatorna második, azaz második unboxingja. Ugye mondtam, hogy a előző videó, a live bejelentős videóban mondtam, hogy kicsit leveszem zenét. Szóval mondtam, hogy én fogok venni egy kamerát, vagyis egy Zelennel fogunk venni közösen egy kamerát, tehát szétosztjuk az árát. És mert ugye a live-ba kell lesz, hiszen már live-ba facecam is lesz. Tehát úgy képzeljétek el, hogy ugye most csütörtök van, tehát most megvettem. Az előbb mentem el a számítástechnikai boltba, megvettem. És ma meg holnap fogjuk tesztelgetni, és akkor szombaton már a live-ba fog reméljük tökéletesen működni, és akkor megláthatjátok az arcunkat. Na, és azon túl lesznek most már 2015-től vlog videók, tehát vlog videók is lesznek, meg ilyen beszélgetős videók. Na akkor, mi ez egy unboxing videó, kezdjük is el kibontani. Első, nézzük meg a dobozát, egy nagyon kicsi dobozba látó, és hát csomagolták be. Egyébként feltettem ide a könyvekre, hogy látszódjon, mert most ezt a telefonommal veszem, szóval lehet egy kicsit a kép meg a hang rossz lesz, de hogyha már a következő unboxingokat már ugye ezzel fogom venni, tehát azok már tökéletesek lesznek. Ez még egy kicsit csúnya lesz, de reméljük, hogy ez addig megfelel. Na, 4000-ért vettem egyébként a 3com bolton. És volt egy olcsóbb, viszont az nem volt olyan szép. Tehát már én úgy, hogy nem volt olyan jó minőségű. Ezért ezt vettem meg 4000 forintért, és akkor ugye 2000-t Zalán fizet, 2000-et én. Na, egy fekete kis dobozban találjuk ezt a kicsi kis kamerát. Ugye Canon, tehát Canon vettem. Idonir ugye webkamera. Ez egy Full HD, tehát azért volt ilyen 4000-es, mert Full HD. Tehát jó lesz a képe, itt láthatjátok az adatokat közelebbről, hogy mik is snapshot, tehát lehet vele képet lőni, 360 fokban fordítható, Full HD, USB-s, 180p-s, na hát itt láthatjátok rajta, és ez pontosan egy Canon CNE CVC3 kamera. Ez van az elején, ugye így néz ki. A tetején van ilyen kis fülecske, itt is Full HD Canon webkamera. Az oldalán találtunk megint a nevét, a teljes nevét, illetve ugye ezt most telefonnal veszem, és itt van a telefon a tartóba. Itt láthatjuk, hogy ugye van mikrofonja, tud képet lőni, Full HD és 360 fokban fordítható, tehát ezek amiket tud. És közben lement a zeneérzért, indítom a másikat. Ne legyünk zene nélkül. Másik oldalán ilyen mindenféle nyelves leírás. Azt mondja, magyar van. Van hát importőr, az biz Magyarország Kft. 1135 Budapest, Reitte, Ferenc utca 46-48. Na hát igazából ennyi van. Jó. Ugye a hátulján pedig megint egy kis leírás és mindenféle nyelven, ugye itt van magyarul is, de ezek ugyanazok, tehát itt láthatjátok az adatokat, fényképkészítés, stb. De ezek itt vannak ugye erről angolul is. Na, tehát így néz ki a doboz, az alján van egy ilyen. Remélem, hogy meg fog érni az árát. Bízok benne, hogy meg fog élni az árát. Na hát akkor szerintem bontjuk ki, úgyhogy megnéztük a csomagot. Na jó, várjál, mert itt kell kibontani. Ugye én most vettem meg pont egy körülbelül... Hát hazajöttem, megvettem, és már csinálom is az unboxing videót. Szóval ez még friss. Na, nyissunk. Kijúj! És ez a látványtárul elénk. Gyönyörű látvány.
Na nézzük meg. Itt van maga a kamerácska. Hoppá, hoppá, hoppá. Illetve, hát ez a doboz nem tartozott sok mindent, szóval ez így ki is került, de ezt megtartjuk, mert szeretem a dobozokat megtartani, főleg, hogy ez szép. Na hát itt egy ilyen kis leírást, kinyithatós leírást találhatunk benne. Itt is mindenféle nyelven, szerintem itt ugyanazt írja le, az, hogy be lehet dugni, hogy itt a laptopban mutatja, le lehet tenni, a kis technikai hiba adódott. Na, szóval, azt akartam mondani, hogy rá lehet tenni a képernyőre, ami nekünk nagyon fontos, hogy a fordítható, stb. Na, szuper, ezt elrakjuk, köszönjük szépen, ebből ennyi elég volt. És akkor nézzük a lényeget. Itt van a kis készülékünk. Na, hát vegyük ki ebből a kis pukkozgatós zacskóból. Dik. Csak most meg már hívtak, szóval fú, már esküszöm, már sose tudom befejezni normálisan ezt a videót. Na, pukkozgató zacskó, na hát ezt szerintem ezzel el leszek egy ideig. Pukkozgatni fogom, mint az állat, ezeket imádom. Á, de jó, de jó, mindegy. Szóval teszük. Na és akkor közben rájöttem, hogy mégis feltehető. Na, itt van nekünk a kábelünk, amit be kell dobnunk a gépünkbe. A hosszú kábel így össze, szépen összebigyulálva, és maga a készülék, itt van rajta felül egy gomb, a fényképező gomb, ezzel lehet majd fényképet készíteni, és azt a rohadt jól néz ki szerintem, tehát nekem nagyon tetszik, nem tudom ti hogy vagytok vele, de nekem nagyon tetszik, mert így látjátok, nagyon szép fényes, azért látszik, hogy full HD kamera, itt vannak a hangszórók, hogy mik azok a hangbevelők és a kis talpa, és rájöttem, hogy így lehet feltenni a gépre, hogy itt ezt lehajtod, és itt tapad, és akkor így ráteszed, és nagyon jó, szóval nagyon jó, és hú, nagyon tetszik, tehát mégis olyan pici, kis egyszerű, de mégis rohadt szép, és szerintemre is, hát remélem, a minősége is jó lesz, és akkor ugye lehet így forgatni, csak ki ne törjük, véletlenül lehet így forgatni, na. Tök király. Hát megérte. Azt kell, hogy mondjam, menj kinézetre, majd megnézzük, hogy egyébként megérte. Na de mindegy. Hát figyeljetek, én most bedugom, de ez már nem videóban lesz, videón kívül. És akkor nem csinálok róla külön teszt videót, hanem szombaton a live-ba. El fogom róla mondani a véleményet pár mondatban, és már úgyis ott látjátok, hogy milyen a képernye, és remélem, nagyon bízok benne, hogy működik, és szép lesz, minőség lesz. Szóval, ja, mostantól ő a kis szerelmem, és akkor így, né, ide tesszük, így letesszük nagyon szépen, egy zacskó is oda megy, hát miért nem enne, és akkor most leveszem az állványra. Itt az állvány, ezt várjátok, ezt leveszem. És akkor, hát ennyi lett volna ez a kis unboxing videó, szóval akkor legközelebb ezzel a kamerával találkozunk szombaton a live-ba. Gyertek el ti is, ha meg szeretnétek nézni, és köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!